Sziasztok srácok! Pár hete volt a csatornán a Steel Rising zárt bétából egy videó, amiben említettem, hogyha majd megjelenik a játék, akkor belevágunk a végigjátszásába. Na most a játék megjelent, és belevágunk a végigjátszásába. Szóval, mivel ennek már egy jó pár hete, volt időm gondolkodni rajta, hogy hogyan is szeretném játszani a játékot, és talán ezt pedzegettem is a béta videóban, hogy ha lehetőségem nyílik rá, akkor a szinkront átállítanám franciára, tekintve, hogy Franciaországban megyünk a francia forradalom idejére, és hogy a hangulathoz mennyit hozzátenni egy francia szinkron. Na most szomorúan tapasztaltam, hogy erre lehetőség nincs, ugyanis a játék az angol szinkron kívül mást nem tartalmaz. Pedig milyen jó lett volna pusztán kibaszásból átállítani a szinkront. Na mindegy, a másik dolog, a francia akcentus, amit leműveltem a beta videóban, mellőzni fogom, nem azért, mert volt egy srác, aki jött privát üzenetbe, és könnyesen sírta a szemét, hogy ezt minek kellett, ez tök szar volt, egy kurva szót nem értett abból, amit beszéltem. Az ilyeneken egyébként tök jót szoktam nevetni, és vissza szoktam kontrázni, ilyenkor elborul a gyógyszere, és akkor megint jön ez a kibaszós duma, hogy direkt vele akarok kibaszni, erről szó sincsen. A saját magam érdekeit előtérbe helyezve döntöttem így, hogy ezt az akcentust mellőzni fogom, mert rettentő mód megerőltette a torkomat, és nem szeretném, hogy megfájduljon, meg esetleg elmenjen a hangom. Na szóval, mielőtt belevágunk, hogyha a teljes játéknak ugyanaz az eleje, mint ami a bétában is volt, márpedig eléggé gyanús, hogy az lesz az eleje, és mondjuk te a béta videót végignézted, és nem szeretnéd újra, akkor majd körülbelül a harmadik videóban találkozunk. Na, vágjunk bele. Assist mód, ezt már a bétában is... Minek? Megmutatom egyébként, hogy mit tartalmaz, én már megnéztem. Tehát így a sérülés lehet redukálni, hogy mennyivel kevesebbet sérüljél százalékos arányban. God mode. Az animákat, tehát lényegében, hogyha meghalsz, akkor a szólókért nem kell visszamenni, mert nem veszíted el. A stamina regen háromszor gyorsabb, a cooling szisztemet is ki lehet kapcsolni. Tehát lényegében a játék ki lesz így herélve, és elveszti az értelmét. Úgyhogy nem kell assist mód, hogyha esetleg homokosnak érzed magad, akkor nyugodtan kapcsold be. Na jó van, vágjunk bele. Fú, ezért a beszólásért mit fogok kapni, úristen, majd jót nevetek ezen is. Na jó van, Ati közben most írt, hogy kapjam be a brokit, mert én nyomom a Steel Risingot, ő meg dolgozik. Van az úgy. Oh, pardon. Kezdődik már megint. Actually, I think I'm in no mood for games right now. How much longer are we to be kept here? Are we to simply watch as Paris burns from afar? The rabble are rioting. This is the price to be paid. Egyébként tök halk a játék még nekem is. Nem tudom, hogy milyen messzire toljam a mikrofont, hogy jó legyen a balansz. He knew what was about to transpire. I think he is somehow involved in these events. Oh, come now, Marie. Marie. True, he can be misguided and somewhat short-tempered at times, but he's no Nero. Then why have we been given no news for so long? Les enfants, Gabrielle. The children. They'll soon be out of harm's way. I am most certain of it. Monsieur Clary will take good care of them. Igen, egyébként ugyanez volt a bétában is. Lényegében a béta videót fogom most kettészedni. Nem szeretnék egy két órás résszel indítani. Guards or jailers? They won't even let us leave this room, Gabrielle. Gabrielle. The king. He has lost his mind to grief. First our darling Sophie. Then our beloved son. My poor sweet angel. They didn't let me say goodbye. I wasn't even allowed to see him. Elveszett a gyerekeit.
A király meg megzakkant. Telling me he's still of this world at times. I think I hear him calling to me. I'm so afraid. What do you fear, my queen? Everything. Mindentől fél, melyen izés? The king's wrath. His army of indifferent. Mi ennek a neve? That Monsieur de Vaucanson has built for him. Paranoiás. Eszembe jutott a szó. Who are now more powerful than ministers? What happened to my son? What will happen to the children that God has deigned to leave in my care? I won't let any harm come to them. This I promise you. But how? Do you not see that we're prisoners here? All is not lost. You forget about the one automat that is not hostile to us. This new bodyguard of yours. Ó, igen! Na, szóval hozzuk létre a karakterünket. Ez lesz. Az olyan menőn néz ki, igaz, hogy sokat nem fogunk belőle látni, de oké. Okay. A frizura az lesz, ami a bétában, mert annyira szörnyű frizurák vannak ebben a játékban, hogy az valami elmondhatatlan. Még talán egyébként ez is viszonylag jól néz ki, de nekem tehát nem már. Nem tetszik egyik sem igazából, úgyhogy marad ez. Illetve az arcunk. Végig se néztem őket szerintem. Bétában melyiket toltam, ezt vagy ezt? Mert most ez lesz, csak azért. Next. Dancerrel fogunk menni. Ezt még egyszer nem mutogatom végig, bétában már ezt megcsináltuk, hogy megnéztük a kezdő klasszokat, hogy milyen fegyverekkel indítanak meg, a speciális képességük, stb. Stb. Én úgy döntöttem, hogy Dancerrel indítunk. Két legyezővel fogunk csapdosni. This machine that is now somehow able to speak and understand what we say to it. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Add meg a tiszteletet, azaz figyeld, milyen tisztelettudó robotok yes, vagyunk. But it is loyal to you. That's all that matters. If it managed to escape the chateau, it could be your eyes and ears in Paris. And if, perchance, the other automats were to go after it? You won't attempt anything foolish. I cannot lose you, Gabrielle. Not now. Nem veszíthetlek el, most nem, majd 10 perc múlva. Aegis? Aegis? Madame. The king must be stopped. Meg kell állítanunk a királyt, mert megbalondult, megzápult az agya. Csinálja butaságokat. He surely holds the secret to these tireless automats. And perhaps he will know something about the death of my son. How am I to leave the chateau grounds, madame? Go to the riverbank, at the far side of the grounds. From there you can take a boat to Paris. Hát igen, a játék az még mindig jól néz ki. A béta is tetszett. What if he is the one who is responsible for this unrest? What Vaucanson has done, ma chère. Remélem azért egy picit jobban van optimalizálva, amúgy nem. Ugyanolyan fosul fut. Úgyhogy keresnem kellett egy olyan beállítást, ami stabil 60 FPS tud. Anyád, én meglegyezlek. Tehát mondtam, hogy kerestem kellett egy olyan beállítást, hogy stabil 60 FPS-ünk legyen. Na most azok a beállítások úgy néznek ki, hogy így. Egyébként tök fura, felvettem minden csutkára, hogy most így minden... Ez mi van? Így legyen már, kösz. Most minden magas beállításokon van, mindent felvettem ultrára, és kell valami 15 giga videóram neki. Hát hagyjad már! Na. Várja, azt vegyük már fel.
Hopp! Úgyhogy ritka szarul van optimalizálva. Nem tudom, hogy egyébként PS5-ön hogy fut, de PC-n ritka szarul. Hát ez gyönyörű volt, ezt ismételjük már meg újra, csak egy kicsit jobban. Jó, köszi. De egyébként a bétát is szerintem milyen beállításokkal játszottam. Azt mondom, hogy mindent felkúrtam ultrára, és ilyen 30-40 FPS közt ugrált, de rohadt zavaró volt. Na mindegy. Hopp, anyádat. Jaj, de jó. Kösz, hogy hagytad. Oké, ezt egy picikét szopni kell. Nem játszottam eleget a bétával, úgy néz ki. Jó, ezt a csávót viszont itt megkerüljük. És egy stealth-be lenyomjuk. Erre csak ide. Hopp! Arra rúgtam, arra repült. Az igen. Mindegy, nála volt a Rassiki. Ezzel fogjuk kinyitni a kaput, ami itt volt. Itt volt mögötte. Úristen. Beszélni meg nem tudok. Ja, egyébként meg kíváncsi leszek a videó minőségre majd YouTube-on, mert oké, hogy 2K felbontáson játszom, de felskálázom 4K-ra. Megnézzük úgy. Ja, tudom, itt vannak a izék, a bonfire-ök. Úgyhogy kíváncsi leszek a végleges minőségre majd. Mert úgy vettem észre, hogy egyébként a 4K videókat gyorsabban feldolgozza a rendszer, mint a 2K-t. Érthetetlen. Na mindegy. Itt fogunk majd szintet lépni, vásárolni, meg ilyenek. Ezt meghallottad, ugye? Hogy így desseltem. De az, hogy így leestem a lépcsőn, ez biztos. Anyád. Jó. Nyilván. Nesze, borulj el. Mondom, borulj el, ha hülye vagy. Össze kéne szedni egy szintre való eszenszet. Hú, de fogod kapni, hú, de fogod kapni, hopp! Na, üssél kettőt. A dupla csapásodat csináld. Hát nekem így is jó. Nem én voltam, ő volt, ő tört el a padot. Jó, ezt is kérjük, itt van egy láda. Bétában talán egy kalap volt benne. Most is. Nem ez a gomb kell nekem, hanem ez. Vegyük fel a kalapot. Várjál, mert itt van több kalap is, haló. Melyik a jobb? Ez? Vagy ez? A másik az picit jobban tetszik. Ja, ez ilyen előrendelői cucc. Flame resist, áram resist, igen. Na mindegy. És már van egyébként másik fegyver... Takarodj már. Ezek ilyen új fegyverek. Ó, értem. Jó, hát akkor másodlagosan berakjuk a legyezőtednek. Mi a speciálja? Blade Storm, ennek meg Shield. Rakjuk be ezt. Nézzük meg. Oké, nem rossz.
Jó, arra semmi nincsen. Ez egyébként jó, hogy voltak, vagy vannak ilyen előrendelői jutalmak. Jó, tudom, hogy működik ez a mechanika. Hát ez egyébként, ez marha jó ez a fegyver, csak így rohadtul nem sebez. Illetve hát a DPS az nem a legjobb. A sebzés az jó volna, de olyan lassan sebez. A másik picit gyorsabb. Ja, és akkor a játék itt tanít meg minket a stealth attackra. Kösz. Nem veszel észre. Úgy, nagyon jó. Ez az, ezt kérem. Tudunk szintet lépni, nem tudom, hogy milyen tutoriál üzenetet írt ki, de véletlenül elnyomtam, mert itemet akartam felvenni. És már megyünk is vissza mindjárt szintet lépni. Ezt is kérem. És ezt szerintem én le is cserélem. Adjon pici HP-t. Jó. Modulok. Oké, tudom, már kicseréltem, nyugodjál meg, játék. Annyira azért nem kell a számba rágni úgy igazából semmit, mert a játéknak az alapjaival már tisztában vagyok. Jó. Oké, upgrade, és az agility-t fogjuk fejleszteni. Többnyire. Nagyon jó. Bam! Kapta. Mi van veled, kamera, be vagy basszva? Ne fordulj meg, kösz. Ja, ezért mindig rossz gombot nyomok. Ezért akartam berakni, hol van a belt? Itt. Legyen már bent több heal. Te észrevettél most, mi? Annyira éreztem. Próbáljuk már ki a másik legyezőt. Anyád. Jó lesz! De hallod, megvártam, amíg támadok. Hülye vagy? Nagyon jó. Nyomjunk el egy ilyet. 20 másodperces heal. BAM! Hú, az első boss az, hogyha le tudom ezzel a fegyverrel majd darálni, az kurva jó lesz. De miért? Miért vagy ilyen homokos? Na. Viszont a boss az a nagy híleket rakjuk be. Na, szóval az első dolgunk az lesz, hogy őt megöljük, hogy ne zavarjon bele a harcba. Jó? Ez baj. Na gyere! Oké, ez így jó lesz.
Hú, de kapja. Ne menekülj! Aha, ezt meg elhiszem, hogy eltaláltál. Ott a kritikál. Bam! Hú, ez nagyon áttöri a védelmét amúgy. Figyeld! Nagyon durván kapja. Ott is van. Nem rossz. Olyan gyorsan megcsapdos ez a legyező, tudom, modul ki. Olyan gyorsan megcsapdos ez a legyező, hogy a... lényegében a pojzát nagyon durván átcsapdostuk. Azt üsd már szét. Ne kelljen könnyörögnöm. Úgy. Jó. Hát meg én azt mondom, hogy öljük meg őt is, aki itt van. Ő kedves volt, ő nem csatlakozott be a harcba. De a másik az jött volna. Jó. És akkor lépjünk szintet. Noise, upgrade. Ezt add ide. 1100 lesz a következő szint. Moduloknál adjuk fel a következő slotot. Fegyvert még egyelőre nem tudunk fejleszteni, pedig kár érte. Majd azt a következő pályán, a butikban meg tudunk vásárolni ezt, azt. Meg igazából fegyvereket is. Hát lényegében a többi kezdőkasznak a fegyvereit meg lehet venni. Itt vannak ilyen modulok. Ez mondjuk nem lenne rossz, hogy növeli a szól mennyiséget, amit kapunk az ellenfelek után. 500-ért. Ezt lehet, hogy meg is veszem. Mert van nálam zseblélek. Mondom, használ. Így. De szerintem azt megveszem és berakom. Jó. Modulok. És melyik volt az ez, ugye? Igen, ezt add ide. És... itt vannak a modulok, az berakjuk ezt. Nagyon jó. Jót raktam be, ugye? Ez életet ad. Ez meg Animal Essence. Igen, jót raktunk be. Hát ebben nem tudom, hogy mennyire fogok belelógni. Mindegy. Ez az. Na, tényleg most azért van, respawnban. Kapjuk már el oldalba megint. Hopp! Ó-ho-ho-ho-ho! Ennyi. Az ultimate weapon. Már cserélem is ki. A csaló fegyver. Jó, tudom, de azért elmondom újra, hogyha felgyújtanak, akkor dodzsolgatni kell és eloltódik a tűz, hogyha megfagysz, akkor el kell kezdeni spammelni a támadásgombot és a jeget leütögeted magadról. Ha meg kapsz ilyen villámsebzést, akkor meg használni kell azt az elixírt. És akkor lemegy rólad a villám. Debuk. Na gyere! Jobbra desselünk? Leginkább sem erre. Ezt vedd már fel. És a játék most írja ki, hogy hogy kell sprintelni. Lantern! Várjál, ezt felvesszük. Közeledik egyébként a következő boss.
Azt meg elkapjuk. Hát ez gyönyörű volt. Target lock az meg az ablakban. Kérem. Ebben is valami ruhák voltak, ha jól emlékszem. Jep. De nem veszem fel most még, mert nagyon szar a tűz ellenállása, és pont most jön az első tüzes ellenfél. Anyádat. Kösz, hogy felgyújtottál, tényleg. Majdnem meghaltunk. Ezt ne csináld már újra, jó? Azért ez fáj. De miért nem kapsz staggert? Hülye vagy? Na nézzük! Ha mondom, hátba kéne támadni, ez a bétába sem ment, mert pont megfordult. Okádjál tüzet! Hallod? Kapd be! Akkor lecsízeljük. Ó, és ebben van a Nemesis Close. Meg az iránytű. Na mondjuk az iránytű az egy eléggé hasznos dolog, úgyhogy azt berakjuk. És itt még mindig nem tudunk felugrálni, gondolom. Hát nem. Azért nem, mert ide fog kelleni egy ilyen izé cucc. Grappling hook. Jól van. Falda mage? Hát, ez most annyira azért nem fájt. Várjál, de azt ott csapjuk már szét, hopp. Hát egy gyönyörű volt. The riverbank is just beyond this wood. Vestal! Aktiváljuk. Na. Nem tudunk szintet lépni. Szomorú. Szomorú, hogy nem tudunk szintet lépni. Egy HP-val adja be a kritikát. Jaj, ezére leszek még kíváncsi. Jó, megnézzük. Oké. Okay. Voltak azok az ajtók, amiket a bétában nem lehetett kinyitni. Szerintem most sem. Jó, lejárt a heal. Pittyent. Modul ki. Meg kapszula. Jó. Lőszer. Az mindig jó. Az igen.
Jaj, de egyre gondoltunk. Na. Poti fejlesztés. Ez mondjuk pont jól jön. Bizony, bizony. Bíztam benne, hogy nem rakták el máshova. Szóval, ezek még mindig ugyanúgy... Aha. Tehát a teljes játékban sem lehet arra elmenni. Jó, akkor ide majd gondolom valamikor később vissza kell jönni. Még egyszer nem szaradsz be. Kivédte! Ne véd már ki. Jó, kösz. Na. És akkor most vagyok problémában, mert ez a legyező, ez nekem kurvára tetszik, viszont... Ez C. Mind a kettő C. A skálája majdnem ugyanaz, mind a kettőnek. Csak azért, mert ez a fegyver ezt csinálja. És kurva menőn néz ki, és kurva jó. Várja, ott volt egy zsák, le kéne ütni. Hopp! Igen, ez nagyon menő még mindig. Jó, és akkor erre nem tudom, hogy volt-e még bármi más a bétában. Ahogy látom, már nincs semmi, amit felvehetnék, úgyhogy visszamegyünk, szintet lépünk, meg fejlesztjük a flaskát, és akkor megyünk megölni a boss-t. Jó. Jó. Milyen upgrade van még? Jó, modul! Jó, én azt mondom, hogy először oldjuk fel mindet, és majd utána kezdjük el fejleszgetni őket. Jó, és akkor így most már van három healünk. Na, túlmelegedett a processzor. Bam! Na! Megérkeztünk. This boat will take me to Paris. Igen, az a hajó elvisz minket Párizsba. De előtte... Boss time! Hát ez baj.
Mi volt ez a rúgó a végére? Na, a boss harc végére le is járt rólunk ez a villámos debuff. Azt vedd már fel. Hobbanó glánát! Na, pont egy ilyen elixírt kellett volna benyomni, hogy lemenjen rólam az a hülye villám. Na jó, hát akkor megyünk Párizsba. Azt hittem, hogy picit hosszabb lesz az első videó a játékból, de nem. Elmegyünk az első mentéshez, és akkor ott vége. Jó, hát ennyit számít, hogy a játéknak az első két pályáját már láttam, és meg is csináltam. De mondom, a bétából mindenképp akartam videót csinálni. Teljesítményt érti el? Ó, ilyen izé lettem. Tengerész. És egyébként a boss legyőzésért nem jár, acsi? De haló? Megöltem két bosst, és azok, hogy meg nincsen. Szomorú. Fú, várjál, itt miért haltam meg a múltkor? Tudom, hogy miért haltam meg, mert leestem a vízbe. De hogy milyen tárgyért? Frostgránát volt, ugye? Igen. Ú, majdnem most is fagyos lett. Szó szerint. Érted, mert fagygránátot vettem fel. Haladjál már. Jó, abban a házban azt hiszem volt egy item. Volt bizony. Fagyasztógránát, az mindig jó. És akkor most írja ki azért a postchart lényegében, hogy ha az a hülye jel betelik, akkor megtántorodik, és be lehet vinni egy kritikus sebzést. Ez... Halló? Ja, az majd shortcut lesz, oké. Okay. Essence. És itt a mentésünk. Jó, megnézem, hogy mennyi essence van, amit el tudnék nyomni. Elnyomjuk, aztán majd lépünk valamennyi szintet. Egyet biztos. Kettőre lehet, hogy nem lesz elég. Nem. Még kell 200. Hát azt gyorsan itt kifarmoljuk. Tíz darab kapszula, az igen. Meg ez essence, ugye? Az. És hogyha elnyomom... Már tudok is szintet lépni. Mondtam, hogy kifarmoljuk. Jó, még egy szint. Upgrade. És ezt is rárakjuk ide. Jól van. Akinek esetleg nem esett volna le, agility build lesz. Tehát lényegében dex buildet csinálunk. Na, hát akkor srácok, ennyi lett volna már a Steel Rising. Tudom, picit rövidebb a videó, de az a helyzet, hogy a megjelenéssel voltak némi problémáim, és nem tudtam akkor elkezdeni a felvételeket, amikor én szerettem volna, ezáltal a videó publikálása is csúszik. Úgyhogy nem is baj, hogy rövidebb lett az első videó, mert így legalább a YouTube hamarabb feldolgozza. Mert az a helyzet, hogy ja, amikor ez a videó ez készül, ez most szeptember 9, és délután van már. Én 8-án reggel 10 órára terveztem, hogy az első videót elkezdem fölvenni, azaz ezt a videót. Tehát egy másfél nap, hát egy jó egy nap csúszásban vagyok most. Mert én megnéztem Steamen, hogy mikor van az unlock, és azt írta, hogy amikor én megnéztem 8-án reggel, hogy... Még 3 óra. Tehát így osztottam, szoroztam, hogy ez délelőtt 10 óra akkor unlock lesz.
ami, mondom, az kurva jó, mert felveszem, legyen egy órás az első rész, azt feltöltöm, stb. Stb. Délutánra lesz Steel Rising végigjátszásból egy videó, és nem mondom, addig azt a 3 órát elütöm, közben jött egy telefon, mehetek a fizuért, elmentem érte, elvittem sógoromnak is, stb. Stb. Úgy elütöttem azt a 3 órát, és akkor így ránézek, hogy mennyi az idő, ó, mondom, mindjárt 10, na, akkor lehet indítani majd a játékot, illetve hát először le kell tölteni, de hát nyilván az a pár perc már nem azt nem szoroz. Egyébként tök érdekes, hogy előtöltési lehetőség nem volt, na mindegy. Szóval néztem, pár perc van még az unlockig, mondom, azt megvárom, elkezdem letölteni, én addig felállítom a hátteret, meg a fényeket, meg minden ilyesmit megcsinálok, és eljött a 10 óra, várom, nincsen unlock. Nem mondom, lehet, hogy csak rá kell frissíteni a Steamre, fogtam, újraindítottam, még mindig semmi. Így tök furcsa volt, mondom, 10 órát írt, hogy 10 órakor lehet indítani, semmi. Vártam egy fél órát, még mindig semmi. Vártam délig, itt már 2 órát várakoztam, még mindig semmi. Itt már sejtettem, hogy mikor lesz az unlock, úgyhogy el is engedtem az első napos játékot, tehát tudtam, hogy én már este nem fogok játszani semmivel, mert ahogy sejtettem, nem délelőtt 10-kor volt az unlock, hanem este 6-kor. Na most kérdem én, akkor mi a bubánatos fasznak számol vissza a Steam, hogy mikor van az unlock egy játékon, hogyha nem akkor van? Tehát visszaszámolt délelőtt 10-ig, utána meg kiírta, hogy a játék még nem jelent meg hamarosan. Tehát akkor minek volt a visszaszámlálás, hogyha kurvára nem akkor van az unlock, amikor a számláló nullához ér. Na mindegy, úgy voltam vele, hogy este én már nem akarok játszani semmivel, mert amúgy is szar idő volt, aztán ilyen dörgött villámlat, aztán nekem más sem hiányzott, csak egy áramszünet. Hál' Istennek egyébként nem volt, de nem mertem megkockáztatni. Úgyhogy nem igazán tudtam akkor elkezdeni a felvételeket, amikor szerettem volna. Már most bő egy napja kint lenne ez a videó. Na mindegy, hát egy nap csúszásban vagyunk, lényegében nem sietünk sehova, csak szerettem volna minél előbb elkezdeni. Na mindegy, szóval srácok, akkor a Steel Risingot innen fogjuk folytatni. A következő videóra viszont már az lesz a terv, hogy a picikét az talán hosszabb lesz, mint ez. És végigmegyünk egész addig, amíg a béta tartott. Tehát elmegyünk a workshopba, beszélünk ott a csávóval, megkapjuk tőle a hintónak a kulcsát, elutazunk valahova, és mondjuk nem mondom azt, hogy valahova, mert már ezt elmondták nekem, hogy melyik városba fogunk menni. Na mindegy, hogy én mennyire gyűlölöm az ilyet. Akkor előre elmondják, és akkor megmagyarázzák, hogy ez nem spoiler, csak egy városnév. De nekem nem kell semmit elmondani a játékról. Majd én eldöntöm, hogy mi az, amit én lelövök magamnak előre, ez is volt a bétából videó. Meg nem más döntse már el, hogy én mit akarok a játékról előre tudni, és mit nem. Szeretnék oda menni, és magam felfedezni. Hogyha csak egy városnév, akkor egy városnév. Ha egy karakter, akkor egy karakter. Tök mindegy. Na, szóval, a következő részben lényegében befejezzük a bétát. Na, sziasztok!